Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban a téglatest felszínét és térfogatát gyakoroljuk. Számolt ki annak a doboznak a felszínét és térfogatát, melynek hálózata az ábrán látható. Ha megnézzük a hálózatot, fölismerjük benne a téglatest hálózatát. Láthatjuk az adatok alapján a három különböző oldalét, az egyik az 5 cm, a másik a 3 cm, a harmadik pedig a 7 cm. Úgy szintén megtalálhatjuk a három oldalpárt, ez az egyik pár, ez a másik pár, és ez pedig a harmadik oldalpár. Az ábra alapján írjuk fel az adatokat. A, B és C oldalakra van szükségünk, mondtuk, hogy az egyik 5 cm, a másik 3 cm, még a harmadik 7 cm. Természetesen, hogyha más sorrendben írjuk fel az adatokat, az sem probléma. Keressük a felszínt és a térfogatot, hiszen a feladat ezt kéri tőlünk. Induljunk először is a felszínnel. Írjuk fel a felszínnek a képletét. Tudjuk, hogy kétszer, majd zárójelben A-szor B plusz A-szor C plusz B-szer C. Helyettesítsünk be. Kétszer, és a zárójelbe írjuk. 5-ször 3 plusz 5-ször 7 plusz 3-szor 7. A zárójelen belül végezzük el a szorzatokat. 5-ször 3 az 15, 5-ször 7 az 35, és 3-szor 7 az 21. E három számot össze kell adni. 15 plusz 35 az 50, plusz 21 az 71. És a végén már csak össze kell szorozni a 71-et 2-vel, ami 142-t ad. Tehát a felszínünk 142 négyzetcentiméter, hiszen minden adat centiméterben volt. Most jöhet a térfogat. A térfogat képlete A-szor B-szer C. Ha behelyettesítünk, 3-szor 5-szor 7. Különböző sorrendben lehet ezeket a számokat összeszorozni, akár a 3-szor 7-et, mint ahogy én is tettem, az 21, és meghagytam külön az 5-öst még, és 5-szor 21, 5-szor 20 az 100, 5-szor 1 az 5, tehát 105, és a mértékegység köbcentiméter. Még csak az maradt, hogy válaszoljunk a kérdésre. A felszínünk, láthatjuk, 142 négyzetcentiméter, a térfogatunk pedig 105 köbcentiméter. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!